Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Két hete a kormányfő a hagyományos pénteki rádióinterjújában jelentette be, hogy enyhítik a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó korlátozó intézkedéseket is. Ezt követően értelmezési vita alakult ki a magyar popszakmában, hogy mit lehet és mit nem. Horváth Máté koncertszervezőt kérdezzük a témában. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt! Jó reggelt kívánok, köszönöm! Aki, ha jól tudom, egyben ugye a Dürer kertnek is a koncertszervezője. Igen, igen. Tehát azért ott elég komoly bulik voltak az elmúlt időszakban. Amikor engedte még a COVID-helyzet előtti időszak ezt, nekem is volt szerencsém ilyen bulikon részt venni. Mennyire látnak tisztán Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár itt a Spirit FM Aktuál című műsorában azt mondta, hogy igazából mindenhol majd szuperül betartanak mindent, egyetlen egy dologgal lesz majd baj, ő így fogalmazott, az ilyen zenés rendezvényekkel, ahol mondjuk alkoholt lehet fogyasztani, mert ott azt eldobja mindenki a féket, és ott nem lehet majd betartani normálisan a szabályokat. Ön hogy látja ezt? Igazából én úgy látom, hogy miután ez az említett bejelentés megtörtént, és aztán egy idővel rá megjelent a magyar közben, meg egy kis tisztázás, relatíve kitisztult a kép. A 18 év alattiak zenés táncos rendezvény látogatási lehetőség az még mindig egy kicsit homályzóna, úgy látjuk, és hát, hogy ugye ők csak védettségivel látogathatják szintén ezeket, és nekik ezt megszerezni annyira egyszerű, de egyébként én mostára azt mondom, hogy tiszta. Hát annál is inkább bocsánat, hogy védettségi igazolványt azt kaphat, aki be van oltva, nem? Vagy mondjuk igen, már átesett a Covidon, és 16-tól oltunk. Igen. Azért mondom, hogy ez kicsit így bonyolult, tehát aki mondjuk jegyet vásárolt, és eltervezte, hogy a 12 éves gyerekkivel elmegy egy koncertre, az ugye hát most... Vagy mondjuk 15, és akkor az már egy reális. Igen. Tehát ez az egyetlen, ami most így nem világos teljesen, és egyébként válaszol a kérdésre, a jelenlegi szabályozást abszolút be lehet tartani, és a közönség kooperatív, az nyilván nem tudom elmondani, hogy az ország összes szórakozóján és összes koncertjén mi történik, de azokon a helyeken, azokkal a partnerekkel, akikre van rálátás, akikkel szoktuk beszélni, mindenki azt mondja, hogy együttműködő a közönség, és betartja a szabályokat, amiket jelenleg be kell tartani. Na mindjárt beszélünk arról, hogy hogyan, és hogy önök hogyan készülnek egyébként erre a szezonra, de még egy fél mondatot akkor lépjünk már hátra, és akkor próbálja meg nekem ezt tisztázni, tehát aki 16 éven aluli, és még nem volt covidos, jelen állás szerint, a magyar közlöny szerint nem mehet bulizni. Ez így van. Igen. Az elég sokkolóan hangzik szerintem a fiatalok körében. Mondjuk én biztos, hogy fájt volna a lelkem 14-15 évesen, hogyha kimaradok mondjuk egy koncertről emiatt. No, hogyan készülnek önök a szezonra? Egyáltalán lehet tervezni, bárhogy itt már rebesgetik ezt a negyedik hullámot? Hát mondjuk a Budapest Parkban, ahol évente viszont sok koncertet viszek, ott teljes gőzzel készen, hogy készülünk, hanem hogy ugye ma már nyitás lesz. Igazából senki, tehát ugye azt nehéz megmondani, hogy a negyedik hullám lesz-e, ha lesz, akkor hogy lesz, milyen formában, milyen eredményei, vagy milyen következményei lesznek, és milyen hatást fog gyakorolni. Most szerintem a teljes szakma arra bazírozik, hogy a kieső elmúlt közel másfél évet, vagy 14-15 hónapot, azt amennyire lehet visszahozza. Tehát ez gyakorlatilag a kármentés, az most zajlik gazdaságilag, másrészt pedig a közönség, az előadók és mindenki más számára pedig arról van szó, hogy egy nagyon régóta hiányzó élményt mindenki újra szeretne élni. Úgyhogy gyakorlatilag mindenki azon dolgozik, hogy ez flottul menjen, és a lehető legnagyobb közönséget lehessen meghozni. Fergeteges bulik várhatóak? Igen, gondolom a zenészek is ki vannak éhezve erre. Abszolút. Tehát nyilván az a művész közeg, akinek az volt a lételene, hogy színpadon áll, tömegek előtt játszik, amikor ez az egész COVID-válság elkezdődött, és ezt most úgy értem, hogy akár nézzük vissza tavaly márciusra, ennek a fajta alkotó közegnek azért ezt megélni nagyon nehéz. Talpra tud állni? Ez az iparág?
Jellemezte egyébként ezt a szektort is, hogy mondjuk, ha nem is konkrétan a zenészek vagy énekesek, bár én ilyenről is tudok, és beszélgettünk adásban ilyennel, aki mondjuk el kellett, hogy menjen futárnak, mert már annyira rossz volt a helyzete, de mondjuk a szakemberek, a technikusok, vagy akik a világosításért, hangosításért felelnek, gondolom nekik is kellett valamit keresni, tehát hogy most így csettintésre helyre tud állni minden, van szakember hiány, vagy mi jellemzi a szektorokat? Hát, hogyha az idealista, meg optimista éremet nézzük, akkor egyébként igen, talpra fog állni, mert ahogy mondtam, ezt szeret, tehát a művészek szeretnek zenélni, szeretnek ezzel foglalkozni. Nyilván a magyar előadó művészek egy jelentős része nem abból él csak, hogy előadó művészet, tehát általában van egy civil foglalkozása. A technikai stábnál nyilván már egyel bonyolultabb a kérdés, mert biztos vagyok benne, hogy azért sokan találtak olyan állást nőknek az elmúlt hónapokban, vagy elmúlt egy évben, ami anyagilag paritásban van a zeneipari munkájával, és mondjuk nem biztos, hogy hajnal négykor kell hazaérni egy vidéki koncertről, de hogy közben mindannyiunkban benne van az, hogy szeretjük ezt csinálni, akarjuk ezt csinálni, és szerintem ez visszagravitál majd mindenkit az eredeti pozíciójába. Az egy más kérdés, hogy például az 5%-os áfa, amiért a teljes magyar zeneipar Music Hungary vezetésével küzd, az bevezetése kerül-e egy ponton, reméljük, hogy mielőbb, mert azért a talpraálláshoz szükség van valamiféle állami segítségre. Meg lesz ön szerint, vagy van akarat erre a segítségre? Hát én nem vagyok abban a pozícióban, hogy ezt így nagyon megjósoljam, vagy hogy erről kemény információim legyenek, de én azt gondolom, hogy van. Ugye azt véljük, hogy van rá akarat, és azt gondoljuk, hogy meg is fog történni, mert tehát ez az egyetlen út arra, hogy itt tényleg egy aktív segítséget kapjon egy iparág, és egyébként tartósan feltörjön egy iparág. Röviden, külföldiekkel fogok találkozni? Akár önök, mint mondjuk rajongók, akár én, mint mondjuk együttes? Hát a jelenlegi szabályozás alapján külföldön bármilyen típusú védettségi hasonló, amit tettek az Magyarország nem én most úgy. Ezt értem, most pont nem értjük, bocsánat, mondaná újra? Tehát én úgy tudom, hogy a külföldi oltásokról készült bármilyen igazolás az Magyarország jelenleg nem elfogadható. Bár én úgy értettem tegnap egy hírt, hogy aki az EB-re jön, és annak van jegye bármelyik EB mérkőzésre, ő gyakorlatilag azt az érettségi igazolványként használja, de lehet, hogy ezt rosszul értettem, ennek utána kell megnézni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy külföldi rajongók Magyarországon koncertekre egyelőre nem fognak belépni, de lehet, hogy ez változik. És együttes? Az együttesekkel kapcsolatban teljesen más a felállás. Ugye én amúgy alapvetően külföldi zenekarok, turnézó zenekarok koncertjével foglalkozom. Azt fontos látni, hogy ha egy zenekar, mint egy Schengeni övezetből származó zenekar be tud jönni Magyarországra, van meghívó levele, védett, van tesztje, nekik van mondjuk fellépni amúgy, tehát hogy ez megtörténhet, de azt azért tudjuk, hogy a igazán nagy fellépők általában nem a Schengeni övezetből érkeznek, hanem Egyesült Királyság és inkább Amerika, Kanada, Ausztrália, stb. Nekik én nem látom azt, hogy a következő egy-két hónapban itt lehetőségek nyílnának, de egyébként ennek az egyik fő oka nem is az, hogy nem tudnak idejönni, mert azt, mint mondtam, meghívó levelekkel, tesztekkel még meg lehet oldani. Itt igazából arról van szó, hogy egy amerikai zenekar nem fog olyan turnét szervezni, ahol mondjuk 2-3 koncertet tud játszani, mert azt azért látnunk kell, hogy ami Magyarországon jelenleg van szabadság, így a koncertiparban, vagy a szórakoztatóiparban, tehát ez az újraindulás, amiben most belevágunk, ez Európa nagy részén még nem tart ezen a szinten, és Magyarország viszont egy másodlagos piac, tehát hogy a gázsbevételek tekintetében ez egy másodlagos piac, így aztán nyilván egy zenekar nem azért fog elindulni, hogy itt játszon egy koncertet, meg mondjuk még kettőt valahol, hiszen ez egyszerűen nem éri meg az összképet nézve. Horváth Máté, a Music Hungary Szövetség promóteri szakosztályának vezetője, a Dürer Kert koncertszervezője. Köszönöm szépen! Én köszönöm szépen!